A Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs Szatmár Bereg megyei igazgatósága évek óta szervez egy téli felkészülési teremtornát a megyebeli csapatok számára. Idén 38 első és másodosztályú együttes vágott neki a selejtezőknek. A középdöntők után állva maradt 8 gárda Nyíregyházán a Filófoszi csarnokban lépett pályára. Kiválóan sikerült a 8-as döntő, rég volt ilyen, hosszú évek óta nem emlékszünk olyanra, hogy tényleg mindenki jól érezte magát, és hogy rendkívül sportszerű hangulatban zajlottak a mérkőzések. Ugye azért bármilyen tornáról beszélünk, legyen az kispályás, nagypályás, ott, ahol a végén már tét van, ahol már kiéleződnek, ugye helyezésért játszanak, ugye a torna győzelemért, ott azért mindig szokott lenni egy kis feszültség a levegőben, esetleg egy-egy kis kakaskodás. Hála jó Istennek most semmi nem volt, tehát semmilyen nem történt. Mondom még egyszer, tényleg nagyon sok emberrel beszéltünk erről, hosszú évek óta nem volt erre példa, hogy ennyire gördülékenyen, ennyire sportszerűen lemenjen az egész 8-as döntő, és nyugodtan mondhatom, hogy talán az egész Nyírerdő kupa. Ugye 38 csapattal indultunk, 3 vasárnapot jelentett ez a torna. Először 6 helyszínen játszottak a csapatok, onnan a legjobb 4 helyezett tovább jutott a középdöntőkbe. A középdöntőket 4 helyszínen rendeztük a következő vasárnap 24-én, és a 4 középdöntőből az első 2 helyezett jutott a 8-as döntőbe. A 8-as döntőbe ugye vannak olyan csapatok, akik rendszeresen ott vannak, hogy tudjuk, hogy kispályán is nagyon jó futballoznak, kiemelkedik az a Nyír Gyulaj, aki most harmadszor is megnyerte a 3. Nyírerdő kupát. A Nyírgyulaiak a döntőben 4-0-ra győzték rá a Csényőt. A bronzmérkőzésen a Rakamasz 2-1-re vert a Csengert. A gólkirályi címet a rakamazi Cseh Kristóf szerezte meg, a legjobb játékosnak a Nyírgyulai Lovas Norbertet, a legjobb kapusnak pedig a Csényőt erősítő Szabó Zoltánt választották meg a szakemberek.